Egy autóbaleset következtében Gordonnak olyan fájdalmai lettek, amelyek miatt még az állását is elvesztette. Később sem enyhült a gyötrelem, amikor is a kanapén ülve rátalált a gyógymódra. Kocsival mentem munkába, amikor egy autó a stopptáblánál belém jött a vezetőülés felőli oldalról. Egy telefonfülkének csapódtam, és háromszor átfordultam. Aztán már csak a szirénákra emlékszem. Gordon porckorongja a balesetben megsérült. Egy év elteltével megoperálták. Gordon súlyos balesetet szenvedett, aminek következtében az L4 és L5-ös csigolyájánál a porckorong súlyosan megsérült. Innen lép ki a lábad beidegző idegvégződés. Az ideggyök sérülése miatt erős fájdalmak és zsibbadás lépett fel a lábában. Gordont 9 éven keresztül hátmasszázssal kezelték, hogy elmúljon a fájdalom. Sok ember imádkozott a gyógyulásáért. A krónikus fájdalom miatt már a munkáját is el kellett hagynia. Egy műszaki cégnél dolgoztam, üzletvezető voltam. Olyan nagy fájdalmaim voltak, hogy már a munkámat sem tudtam rendesen elvégezni. Nem tudtam eléggé odafigyelni rá. Végül Gordonnek munkahelyet kellett változtatnia. Buszvezetőként kezdett dolgozni, iskolabuszt vezetett. 7 éven keresztül szenvedett a fájdalmaktól, míg egy délután minden megváltozott, amikor leült, hogy megnézze a 700-as klubadását. Van valaki, akinek a jobb lába nem gyógyult meg rendesen. Olyan, mintha érzéketlen lenne a lába, zsibbadást és csípős fájdalmat érez a lábában, de Isten most meggyógyítja őt. Akkor felkiáltottam, hiszen ez én vagyok, rólam beszélnek. Meggyógyultam, köszönöm Jézus. Elmondtam a családomnak, a feleségemnek, azóta nincs semmilyen fájdalmam. Attól a naptól fogva Gordon alig várja, hogy mehessen dolgozni, különösen szereti iskolába vinni a gyerekeket, sőt, mellékfoglalkozásként limuzinnal is taxizik, és mindenkinek ugyanazt mondja. Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ha valaki gyógyulást kér tőle, ő megadja neki. Aki Jézusba veti a reménységét, aki hisz az Úr szavaiban, annak az életében Isten igéi valósággá válnak.